Erzsébet tábor a Bekecsi iskolában. Közösségépítő falunap Gesztelyben. Tokaj hegyaljai fejlesztések átadása. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Kéri Dulecki Ivett vagyok. Lezárult a Tokaj hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése elnevezésű átfogó kezdeményezés Tarcalon. A projekt keretében több milliárdos beruházásokkal újították meg a térség útjait, szálláshelyeit, műemlékeit. Eredményes projektet zártak le Tarcalon a Koronauradalmi Szüretelőházban június 30-án. A tájékoztatón elhangzott, hogy hatalmas fejlesztések történtek a világörökségi helyszíneken. Mintegy 3,5 milliárd forint támogatásból újítottak fel műemlékeket, vallási helyszíneket, utcarészeket Tokaj hegy alján. Megújult többek között mártközpontja, a Borsai kastély kertjében közösségi teret hoztak létre, megtörtént a tájai Majlott kastély belső építészeti átalakítása, a kert rendezése. Az intézkedések legfőbb célja a világörökség színvonalasságát emelő turista látványosságok kialakítása. A meghívott vendégek köszöntése után Kondzs Zsófia országgyűlési képviselő mondta el gondolatait. A politikus többek között hangsúlyozta, hogy mérföldkőhöz érkezett a térség fejlesztése. Tokaj hegyalja a világörökség része, a magyarság emblematikus helye. A tarcali ünnepség több projekt záróeseménye, a középpontban a tarcali szüretelőház áll, de ezen felül saját választókerületének főbb beruházását emelte ki. Többek között a Boldogkeresztúri római katolikus templom megújítását, a Mádi látogatóközpont átadását, ahol új funkciót nyert az épület. A borkészítés rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket, ahová érdemes ellátogatni. Tokajban elkészült a Bodrogparti sétány, vele együtt a gyermekek örömére játszótér is létesült. Tokaj hegyalja a magyar kormány számára különösen fontos térség a turisztika szempontjából, ezért meg kell tudni mutatni a táj szépségeit az egész világ számára. Hölcsik Rihárd országgyűlési képviselő visszaemlékezett a kezdeti lépésekre, a projekt kidolgozásának elejére, megvalósításának folyamatára. A Tokaji Borvidék fejlődéséért non-profit Kft. És további 12 konzorcium partner közreműködésével 3,5 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyertek a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt fő célja a világörökségi helyszínek versenyképességének javítása, valamint a turisztikai attrakciók kialakítása a történelmi borvidéken. Köszönetét fejezte ki a települések polgármesterének a hatékony együttműködésért, nem csak a borturizmus, a vallási turizmus is központi szerepet játszik a térség fejlesztésében. Dr. Szabó Tünde kormánybiztos beszédében elmondta, olyan szolgáltatásokat kell biztosítani, amelyek a fiatalokat ide vonzza, itt tartja vagy hazahívja. Fontos, hogy felújításra kerültek utak, kastélyokat újítottak meg, terek jöttek létre. Az összefogás és az együvé tartozás megjelenése példaértékű. Nagyon büszkék lehetünk azokra a fejlesztésekre, ami az elmúlt időszakban megvalósult, és nem csak az, hogy most ma itt vagyunk, és ez a gyönyörű épület előtt, ahol mi már voltunk, és láthattuk belülről is, Szüreti ház, Rákóczi Szüreti ház a neve, hanem ténylegesen az elmúlt hetekben is nagyon sok településen megfordultunk, és átadások sorát élhettük meg. Nagyon fontos ez, hiszen sok minden elhangzott, de azt is meg kell említeni, hogy nekünk olyan szolgáltatásokat kell biztosítani, amely a fiatalokat ide vonza, vagy itt tartja, vagy hazahívja. Nagyon fontos, hogy a családok itt képzeljék el a jövőjüket, és ehhez bizony fejlesztésekre van szükség. Nagyon fontos megemlíteni, ahogy elhangzott már, hogy kastélyok épültek, felújításra kerültek, főutak, hálózatai épültek meg, és terek, a kulturális tereink épültek különböző településeken. Ugye 27 településről beszélünk,
ténylegesen példaértékű az az összefogás, az az együvé tartozás, ami itt megjelenik. Én az Észak-Kelet-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosaként ténylegesen azt mondhatom, hogy én is nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a területnek is a képviselője lehetek ilyen téren, és mindent meg fogunk tenni a kormánnyal, miniszterhelyettes asszonnyal és képviselőtársammal, hogy ez a fejlődés, ami az elmúlt időszakban mindannyiunk életét tartalmazta, ez tovább tudjon folytatódni. Dévald István röviden összefoglalta a projektet, kiemelve. Fontos szempont volt, hogy Tokaj hegyalja értékeit megőrizzék, amelyek a világörökségi rangot jelentik a térségnek. A Bodrogparti sétány pont ott ér véget, ahol a világörökség határa van a borvidéken, ami fontos jelzőpont volt. Összesen 10 nagyszabású beruházás ment végbe a környéken, 12 konzorciumi partner közreműködésével. Valójában ez egy borvidéki szintű összefogás eredményeként valósult meg ez a projekt, 12 konzorciumi partner részvételével, mintegy 3,5 milliárd forint felhasználásával, amelyet a Magyarország kormány és az Európai Unió biztosított, újítottuk meg a Tokaj-hegyaljai borvidék világörökségi magterületén található településeket. Ez azt jelenti, hogy műemlékek, templomok, kastélyok és turisztikai szempontból kiemelt jelentőségű települések belterületi részei, például a Mádi főutca, vagy Tokajban a Dózsa-György utca újult meg, de olyan új turisztikai attrakció is megvalósult, mint például a Bodrogparti sétány, amely a Tokajban oly népszerű Tiszaparti sétánynak a folytatása. Azt gondolom, ez egy pilot projekt is lehet, hiszen számos olyan település van a borvidéken, amely folyóparti kapcsolattal rendelkezik, de még kihasználatlan. Szerintünk az itt szerzett tapasztalatokat majd tudjuk hasznosítani a borvidék egyéb fejlesztései során is. Valójában ugye a pályázati kiírás az a világörökségi magterületek turisztikai célú attrakciófejlesztését szolgálja. A világörökség az rang, kötelezettség és hírnév is egyben. Egyrészt van egyfajta turisztikai értéke, egy hívószó az ide látogatók számára. Másrészt nekünk, mint a itt élő embereknek van velük kötelességünk is. Az a kötelességünk, hogy ez a világörökségi cím, ez méltó legyen Tokaj-hegyaljához, illetve Tokaj-hegye is méltó legyen ez a világörökségi címhez. Éppen ezért fontos, hogy a közterületeink megújuljanak, meg azok az építészeti értékek, amelyek esetleg az elmúlt évtizedekben elhanyagoltak voltak, de évszázadok óta itt vannak és ékesítik a tereinket, azok is megújuljanak, és nyilván, hogy tartalommal teljenek meg. Jó példa erre ez a Rákóczi Szüretelőház, ami a Tarcali Borászati Kutatóintézet szomszédságában található. Ez évtizedeken át üresen állt, most pedig megújult rendezvény helyszínként és kiállító térként működik, és számos ilyen hasonló fejlesztést bonyolítottunk le ebben a projektben. Ez 12 konzorciumi tag, 10 projektelem, de valójában 6 vagy 7 település, hiszen van olyan település, ahol több projekt valósult meg. Például Tolcsván egyrészt a Rákóczi kastély felújása, másrészt a muzeális borpincének a múzeális borpince előtti térnek a megújulása. Egyébként 14 építési engedélyt adtunk, szereztünk be, tucatnyi közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le, és hát rengeteg partnerrel működtünk annak érdekében együtt, hogy ez sikeres legyen ez a projekt. A császári és királyi koronauradalmi borház kiállításának bemutatása méltó befejezése volt a gigantikus fejlesztési programnak. A grandiózus beruházás a Széchenyi 2020 program keretében jött létre, a Tokaj borvidék fejlődéséért non-profit Kft. És partnerei jóvoltából. A fejlesztés 2019 tavaszán indult, és 2023. június 30-án zárult, jóvoltából pár éven belül több mint 82 ezer fővel nőhet a látogatók száma. Immár hagyományőrző jelleggel idén is megrendezésre került a Napközis Erzsébet tábor, a Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskolában. A tábor első turnusa június 19-én, a második június 26-án indult, és egy héten keresztül minden nap változatos programmal várta a bekecsi és környébeli családok gyermekeit. Az iskola aulájában idén kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol szép alkotások készültek a szorgos kezecskék által, de népszerű volt az informatikai foglalkozás, ahol a modern technika által ismerkedhettek a tanulók újdonságokkal.
Különösen érdekes volt számukra az úgynevezett lapodamese, ami a gyermekek játékos tanulását segíti elő. A részvevők és segítőik ellátogattak a Bekes területén lévő lovastanyára, ahol a lovaglás mellett szuperkültéri programokkal várták a gyerkőcöket, volt csónakázás, trambulin, célbadobás, íjászat, fiúk-lányok egyaránt kedvükre válogathattak a programok között. Természetjáró kiránduláson is részt vettek a fiatalok, meg annyi csodás élménnyel indult a színidő számukra. Idén ellátogattak a Sárospataki Rákóczi várba, Széphalomra a Magyar Nyelv Múzeumába. A szülőknek is nagy segítséget nyújt az egyhetes programsorozat, amelyet az iskola pedagógusai szerveznek, és saját kreatív ötleteikkel segítik a tanulók élményszerzését. Az Erzsébet táborról tudni kell, hogy nagyon nagy segítség a szülők számára, hiszen megoldja azt a felügyeleti problémát, amit a nyári szünet jelent számukra. Itt már évek óta, mióta Erzsébet táborozásra van lehetőség, a kollégák mindig nagy örömmel és nagy lelkesedéssel szervezik meg a diákjainak. Az idén 2 turnust bonyolítottunk le, 2-szer 1 hetest. Az első turnusban az első és másodikosok voltak, akiket mi Abrai Falva csapatnak neveztünk el. A második turnusban a harmadik, negyedik osztályosok, ők a Csipet csapat volt. Összesen közel 100 diák táborozott a napközi jellegű nyári táborban. A diákjainak közel fele nem bekecsi, a környék szinte minden településéről található, akik ide járatják gyermekeiket. Azt hiszem, ez teljes joggal és büszkeséggel mondhatjuk el, hogy nagyon jó véleménnyel vannak. Ennek meg is van az oka, hiszen nagyon tartalmas programokat bonyolítottunk le a hét során. Ennek keretében kézműves foglalkozáson vehettek részt, sportfoglalkozásokon, a Bekecsi lovastanyán vettek részt, ellátogattak a Sárospataki Rákóczi várba és múzeumba, a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumába, emellett egyik nap ugrálóvár állt a gyermekek rendelkezésére, tehát valóban változatos programokkal jól érezhették magukat. Több mint kedves jelenet volt az, amikor délután 4 órakor az érkező szülők síró gyermeket találtak, mivel hogy nem akart hazamenni. A felügyeletet a tantestület dolgozói, a tanárok látják el, de emellett nagy örömünkre szolgált, hogy korábbi volt bekecsi diákok is, akik középiskolában tanulnak most, szívesen vállaltak közösségi szolgálatot, és olyan lelkesen végezték a munkájukat, hogy a napi előírt 5 óra helyett ennyi számolható el nekik, illetve ennyi igazolható le egy nap, még tovább is maradtak, annak ellenére, hogy a délutáni foglalkozásokon már nem lett volna kötelező részt venniük. Nagy lelkesedéssel és örömmel dolgoztak, összesen 7 ilyen volt bekecsi diákunk vett részt az Erzsébet táborosztatásban. A napközi Erzsébet tábor a gyermekek lakóhelyéhez közel, változatos programokkal, élményekkel várják a kikapcsolódni vágyó, vakációzó diákokat országszerte. A tábor programjai és az étkezések ingyenesek, jelentős segítséget nyújtva ezzel a családoknak. Az idén 100 éves Szerencsi csokoládégyártás jubileumi születésnapja alkalmából a Magyar Posta különleges, a gyár egyik ikonikus édességét varázsolta bélyeggé. A különleges macskanyelv alakú alapmodell mellett rendhagyóan a csokoládi illatú bélyeget kisív formában 6 darabos bélyegképként is meg lehet majd vásárolni. Az átadó ünnepségen Szerencsén július 13-án Takács István, a Bonbon Kft. Ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében elmondta. Mérföldkő a 100 esztendő, a gyárban készült termékeket hazánkban és külföldön is elismerik, szeretik. 1923-ban jött létre a Szerencsi csokoládégyár, és alig 2 év múlva már olyan hírnévre tett szert, hogy Amerikában is árulták a Szerencsi csokoládét. Sikerült ezt az édesipari termékgyártó folyamatot életben tartani a mai napig, ezt a munkát tovább tudják folytatni. Mérföldkő ez a 100 év, ennek a méltó megpecsételése ez az emlékbélyeg, ezért indítványozták a Magyar Postánál, hogy legyen egy Szerencsi csokoládéval foglalkozó bélyeg, ezt az indítványt elfogadták, így a mai napon ünnepélyes keretek között országvilág nyilvánosságára hozzák, hogy Szerencsén működik édességgyártás, ami megérdemelte azt, hogy emlékbélyeg kerüljön kiadásra. A Szerencsi Bonbon Kft. Elsődleges célja, hogy a szerencsi édesség receptjeit, munkafogásait átadják az utókornak. Mindeközben bővült a termékkínálat is diabetikus édességekkel, cukormentes termékekkel, amikre szintén nagy igény van.
Boldogok vagyunk, mert sikerült megmentenünk a szerencsétességgyártást. Ennél többet mondani nem tudok önnek, mert ez az öröm, ez megvan, és van remény is, hogy tovább tudjuk folytatni, és mi szerencsések nem leszünk elfelejtve a köz által, mert a termékeinken keresztül Magyarország fogja tudni továbbra is, hogy létezik szerencs, élnek itt emberek, és még olyan dolgokat is csinálnak, ami megérdemli, hogy emlékezzenek rájuk a magyarok. Egy barátom hívta fel a figyelmemet arra, hogy ó, hát azért ezt meg kellene valamilyen formába örökíteni. Benne vagyunk már a magyar értéktárban, a nemzeti értéktárban, mint szerencsi csokoládé, de azért jó lenne, hogyha megemlékeznénk egy bélyeg formájába is erről a nagyon nagy dologról, amit itt a szerencsiek végrehajtottak. Mindig az édességgyártás, de minden iparra vonatkozik ez, hogy a fejlődéstől lemaradni nem lehet, azt mindig nyomon kell követni, ez miránk is vonatkozik. Az anyagokat úgy szerezzük be, mint más édességgyártók, olyan helyen, hát világos, hogy a trópusi területekről származik a kakaóba mindenféle válfaja, és kereskedőkön keresztül tudjuk megvásárolni. De ugyanúgy, mint ahogy a hollandok, a belgák vagy a svájciak, mi is onnan vásárolunk, mi szerencsiek. Csak éppenséggel lehet, hogy a marketingünk az nem jut olyan magasságokba, mint az előbb említett nációké. Kon Zsófia miniszterhelyettes hangsúlyozta, a hazai vállalkozások adják a gazdaság gerincét. Egy tradicionális magyar cég egy életérzést tud kiadni magából. A szerencsi csokoládé több generációt tekintve is fontos üzenetet hordoz. Mindenki, aki ehhez hozzátett a munkájával, nagy köszönetet érdemel. A szerencsi manufaktúra nagyon fontos szerepet tölt be a város életében, kormányzati támogatással egy új telephelyet sikerült kialakítani, ezzel a szerencsi csokoládégyártás ismét gyári környezetbe került, hiszen 3 telephelyből 1 telephelyre csoportosult a gyártás. A magyar kormány számára a magyar vállalkozások kiemelten fontosak, és az Energiaügyi Minisztérium az elmúlt időszakban azon dolgozott, hogy a háborús helyzet miatt kialakult energiaválságban, amivel küzdenek a vállalkozások, tudjanak segíteni. Több ilyen lépést tettek az ügyben, és ami fontos, a Bonbon Kft-t is érinti, hogy május 1-én egy olyan konstrukciót alakítottak ki közel 30 ezer ügyfél számára, amelynek nagyjából a kétharmada kis- és középvállalkozó, ahol a földgáz és áramdíjat a felére csökkentették. Ha arról beszélünk, hogy a hazai gazdaság számára mit jelentenek a kis- és középvállalkozások, akkor ez mindenféle szempontból is egy fontos üzenet. Ebből a Bonbon Kft. Is részesült, és képviselő asszony reméli, hogy ezzel is hozzá tudtak járulni, hogy további fejlesztéseket és terveket tudjanak megvalósítani. A centenárium méltó megünneplése a különleges bélyeg, a Rákóczi várban található kiállítás, ami betekintést ad a csokoládégyártás 100 esztendejébe, és könyv is készül a kultikus édességről, ami 2015-ben a Nemzeti Értéktárba került. Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Igazgatóságának alelnöke beszédében kiemelte. Nagy örömmel fogadta a felkérést, hiszen a jeles születésnap mindenki számára ismert és szerethető. A gyár egyik ikonikus édessége, a macskanyelv szó szerint bélyebben ölt itt most testet. A bélyegsor alapváltozata 36 évben jelent meg, vegyesen tej és étcsokoládé színvilágú, macskanyelv alakú öntaporos bélyegeket tartalmaz. A speciális 6 bélyegképet tartalmazó kisívben lévő bélyegek felületét pedig formalakkozás és csokoládi illatú szitalak egészíti ki, amely édes illat dörzsölés után érezhető. Nem csak a magyar bélyegkiadásban, hanem világviszonylatban is különlegességről beszélhetünk. Volt már több alkalommal is illatos bélyeg a Magyar Postának, de most első alkalommal készült csokoládi illatú, illetve nem hagyományos elrendezési posta bélyeg. Batic Barnabás grafikus művész kezemunkáját dicséri a bélyeg, a bélyegző, valamint a különleges boríték grafikájának megalkotása. A nyomtatást a Kodex Értékpapír Nyomda ZRT végezte. Az első napi bélyegzési alkalmi borítékon és az azon lévő bélyegző lenyomaton centenáriumi logó található, melyet Kacsán György alkotott. Július 7-től megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken,
és a posta weboldalán. A Magyar Postának szigorú bélyekkibocsátási elvei vannak. Alapvetően az értékeket, a tradíciókat akarjuk megőrizni. Múltjaink nagyjaira, hírességeire, emlékekre szeretnénk felhívni a figyelmet a bélyegek által. Itt természetesen, amikor kaptuk a felkérést, az ötletet, hogy a Szerencsi Csokoládégyár 100. évfordulóra készítsünk bélyeget, akkor ezt nagy örömmel vállalta a Magyar Posta. Világviszonylatban is egyedülálló bélyeget készítettünk, hiszen maga a bélyeg macskanyelv formájú lett, ami ugye a Szerencsi Csokoládégyár egyik ikonikus terméke, méghozzá tejcsoki és étcsoki formájú macskanyelv is van benne, illetve illatos bélyeget is készítettünk 6000 példányban. Ez azt jelenti, hogy aki megdörzsöli ezt a macskanyelvet, akkor csokoládé illatot fog érezni az ujjain. Ez a bélyeg 300 forintba kerül, belföldön bárhol hasznosítani lehet, tehát rátelteni képeslapra, levelezőlapra, és biztatok is mindenkit, hogy használja ezt a bélyeget, hiszen el tudja küldeni a Szerencsés Csokoládégyár hírét bárhova az országban. Ezt a bélyeget a Csokoládé Világnapja óta, tehát az 2023. július 7-e volt, azóta lehet kapni a postákon, a nagyobb postahivatalokban, a Filapostán, ez a legnagyobb bélyegárosítő postán Budapesten, a posta weboldalán természetesen, és a filatéliai szakszolgálatokon is lehet kapni. A nem illatos bélyegből 36000 példány készült, az illatos bélyegből pedig 6000 példány készült. Batic Barnabás grafikus művész alkotása, azt el kell, hogy mondjam, hiszen nagyon szép bélyeget készített, és 300 forint a névértéke egy ilyen macska nyelvnek. Évente körülbelül olyan 20-25 közötti darabszámú alkalmi bélyeget bocsát ki a posta. Ahogy mondtam, híres eseményekről, például most az atlétikai BB-ről is készül bélyeg, nagy Csokonai Vitéz Mihály születésének évfordulóján emlékeztünk meg, és ezek közé tartozott a Szerencsés Csokoládégyár születésnapja is. Népszerűek ezek a bélyeg blokkok, hiszen a gyűjtők azért ezt figyelemmel kísérik, az egyedi alkalmi és különleges bélyegeket pedig még inkább elkapkodják. A Magyar Posta eddig talán kétszer bocsátott ki illatos bélyeget. Volt egyszer egy paprika illatú bélyegünk, ugye a kalocsai paprika tiszteletére, illetve volt egyszer levendula illatú bélyegünk. Csokoládé illatú bélyegről én nem tudok, tehát ez egy olyan ritkaság, amit valószínűleg mindenki meg fog vásárolni. Aztán reméljük, hogy 100 évig, ahogy a csokoládégyár is fennáll, 100 évig csokoládé illata is lesz a bélyegnek. Szerencsváros polgármestere Nyíri Tibor örömét fejezte ki az emlékbélyek kiadásával kapcsolatban. A helyiek számára ez egy nagy büszkeség. A kezdeményezés onnan jött, ugye, hogy 100 éves a Szerencsi Csokoládégyártás, és hát próbálunk meg megragadni minden olyan lehetőséget, ami ezt a 100 éves csokoládégyártásnak így ezáltal a Szerencsnek is a hírnevét öregbíti. Ezelőtt körülbelül egy bő esztendővel, vagy másfél esztendővel keresett meg egy Nagy László nevezetű úr, aki korábban itt dolgozott Szerencsen, majd később a Sárospataki főiskoláról vonult nyugdíjba. Ehhez tudni kell, hogy ő tagja a Bélyeg Kiadó Bizottságnak, és a Mabéjosz országos vezetőségének is a tagja. Én nagyon régen kapcsolatban vagyok vele, hiszen gyerekkorom óta bélyeggyűjtő vagyok, és Mabéjosz tag voltam. Megboldogult általános iskolai pedagógus koromban 10 évig vezettem is bélyeggyűjtő szakkört. Tehát régi volt a kapcsolat. Laci bácsi hívta fel a figyelmet arra, hogy hát polgármester úr, írni kéne egy levelet a posta megfelelő bélyegkiadási bizottságához ebből a jeles alkalommal, és kövessünk el mindent. Későbbiek folyamán én úgy gondolom, hogy megkereste a Bonbon Kft-t is, aki jelen pillanatban a Szerencsi Csokoládégyártásnak a továbbvivője, és Takács István igazgató úr is emögé, a gondolat mögé állt, képviselőasszony is támogatta, tehát mindenki rajta volt azon, hogy jelenjen meg egy ilyen bélyeg, ami kiváló információ hordozó az egész országban, vagy talán még az országon túl is, hiszen ha küldünk levelet, a különleges megjelent bélyeg öregbíti a városnak a hírnevét, hát és ez innentől kezdve, mint ahogy elhangzott a tájékoztatón, ma egy hete ez a postamúzeumba bekerül, tehát a bélyeg történelemnek egy része lesz, immáron második alkalommal jelenik meg Szerencsről bélyeg, korábban a Várak sorozatban jelent meg, és immáron a 100 éves Szerencsi Csokoládégyártás hírnevét örökbíti egy különleges bélyeggel. A csokoládégyártással egyidős, 100 esztendő Szerencsi Férfi Kórus színvonalas műsort adott,
igazi ünnepi hangulatot teremtve az eseményen. Sejválózzák a szerencsi templót, kilenc kislány hordja rá a homokot, kilenc kislány, kilenc barna legénnyel, sej mindegyik a maga szeretőjével. Sejt tiszta búzát, szeveget a vargalom, szépen szólal a szerencsi nagy harang, csak azt veri mind a két oldalára, sejt szerettelek kis angyalom hiába. Idén immár 11. alkalommal rendezték meg Gesztelyben az aratónapot, július 15-én. Hagyománynak számít a település életében a rendezvény, amit nagyon fontosnak tartanak, hiszen erősíti az emberek közötti összetartozást és közösségépítő ereje van. Az eseményt a helyi Csokonai Vitéz Mihály általános iskola udvarán rendezték meg, szerencsére igazi kellemes nyári idő volt, a rendezvényre kilátogatók így zavartalanul élvezhették a programokat. A kisebbek örömére bőven volt választék édességből és játékokból is, amit a programon résztvevő árusok kínálatából vásárolhattak meg. A rendezvény megnyitóján elhangzott, hogy az elmúlt időszakban sok fejlesztés történt a térségben, többek között a 37-es út négysávossá bővítése, ami a biztonságos közlekedést segíti Szerencs irányába, valamint megkezdődött az ivóvízvezeték kiépítése Újharangodon, és eszközbeszerzés is történt. Falubusszal bővült a település ellátottsága. Vannak tervek is bőven. Ezek közé tartozik az általános iskola energetikai fejlesztése, közlekedésbiztonsági és ökoturisztikai projektek is megvalósításra várnak. A Magyar Falu program keretében pedig Újharangot településen történhet meg útaszfaltozás, erre a projektre nemrég adta be pályázatot. 2011-ben rendeztük meg az első aratónapot településünkön. 2020-21-es években sajnos a Covid-járvány miatt ugye nem tarthattuk meg, és ez most a 11. alkalom, amikor újra és újra minden év július 2. hétvégén, szombatján tartjuk az aratónapunkat. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen település életében én úgy gondolom, hogy az ilyen eseményeknek, rendezvényeknek nagy jelentősége van, hiszen azok az emberek, akik itt élnek, és akik mondjuk elszármaztak, elkerültek településükről, egy lehetőséget kapnak arra, hogy újra találkozzanak, ha máskor nem, akkor talán itt, ezen az eseményen, és visszaemlékezzenek, nosztalgiázzanak a régi szép időkről. Hát 3 órakor kezdődik a mai rendezvényünk. Megnyitó képviselőasszony köszöntője követi a megnyitót, majd ezután az egyházak megáldják, megszentelik az aratókoszorút, majd pedig a helyi obodások adnak egy műsort, ezt követően a néptánc csoport, majd pedig a Gesztei Csokonai Népdalkör előadását hallgathatják meg a jelenlévők, majd pedig ezt követően R. Kárpáti Péter és barátai egy retro műsorral szórakoztatják a jelenlévőket, és este 8 órától, ha nem csúszik az esemény, akkor 8 órától 9 óráig pedig Gergely Róbert, Szécsi Pál slágereiből fog előadni. Támogatóink is voltak, de nagyobb részét ennek az eseménynek önkormányzati támogatással oldjuk meg. Én úgy gondolom, hogy örülnek neki, várják ezt az eseményt, bár sok olyan tényező van, ami ugye közbe szólhat, akár mondjuk egy időjárási szélsőség, akár ez lehet mondjuk a napokban volt egy hatalmas eső településünkön, vagy a mostani forróság, tehát ez kiszámíthatatlan. Szerintem az dönti el leginkább, hogy az emberek eljönnek, vagy nem jönnek, hogy milyen a műsor, kik a fellépők. Terveink vannak természetesen. Az éven még 2 nagyobb rendezvényünk lesz, eseményünk lesz, ami megmozgatja a településen élőket, meg bízom benne, hogy a környező településekre is érkeznek majd érdeklődők ezekre a rendezvényekre. Ez pedig a Krumpli Fesztivál, ami szeptember első szombatján lesz megtartva. Ez is már azt mondom, hogy több éves hagyományra tekint vissza, valamint decemberben Mikulás napot szoktunk tartani. Hát ez ugye leginkább a gyerekek
örömére. Az eseményre vendégeket is hívtak, köztük volt Kon Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, aki évente ellátogott a rendezvényre, és fontosnak tartja a helyi közösségépítő programokat. Azt gondolom, hogy itt egy fantasztikus közösség van, és nagyon sok alkalommal jártam már ilyen eseményeken Gesztelyben, és tényleg azt látom, hogy egy nagyon összetartó és széleskörű közösség található itt. Úgy polgármester úr is elmondta, hogy hányféle eseményt tartanak, és tényleg örülök annak, hogy az elmúlt időszakban tényleg szinte mindegyiken részt tudtam venni. Annak külön örülök, hogy 11. alkalommal arató napot tartanak, hiszen ilyenkor gyakorlatilag azokra is megemlékeznek, és köszönetet mondanak azoknak, akik a földeken dolgoznak. És ugye most éppen felépnek az óvodások, iskolások, népdalkör, tehát én mindenhez igazán csak gratulálni szeretnék az egész településnek, és polgármester úrnak is, mert itt a nyitó beszédében végig sorolt, hogy mennyi minden fejlesztés történt itt az elmúlt időszakban, és én azt gondolom, hogy ezek olyan fontos dolgok a településen élőknek, amelyre nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Szerintem nagyon jó találkozni, főleg azért a pandémia után ezek a közösségi események szerintem nagyon fontosak a településen élőknek, és ilyenkor tényleg a legkisebbektől a legnagyobbakig tudunk találkozni. És hát az a helyzet, hogy eközben egy csomó olyan fejlesztés történik, több olyan fejlesztés, ami meg szintén jó a településnek. Például hamarosan az új bölcsödét is birtokba vehetik, illetve számos útfejlesztés történt az elmúlt időszakban. A 37-es út 2x2 sávossá bővítés, azt gondolom, hogy a geszteieknek és az új harangodaiaknak is nagyon jó. A program keretében Kanyok Bertalannak Gesztely község közbiztonságáért végzett több éves kiemelkedő munkájáért Simon István polgármester emléklapot adott át. Ezt követően a történelmi egyházak helyi képviselői megáldották és megszentelték az aratókoszorút. Az ünnepségen fellépett többek között a Miskolci Mazsoret csoport színvonalas produkciójával. Miután híres csokonai népdalkor csodás énekei után, pedig estig szóltak a retrodallamok R. Kárpáti Péter és csapata előadásában. Világszenzációs fejlesztést hozott létre az ismert energiaital készítő vállalat, a Hell Energy szikszói üzeme, ugyanis szabadalmaztatásra került az első olyan energiaital, amelyet a mesterséges intelligencia hozott létre egyedi receptúra alapján. A világon soha nem volt még ilyen jellegű projektre példa, így ez egy forradalmi újítás jelent a hazai és nemzetközi kereskedelmi piacon. A világon elsőként a Hell Energy szikszói gyárában elindult a teljes egészében az AI, Artificial Intelligence, azaz a mesterséges intelligencia és a Hell Energy által kifejlesztett Tutti Frutti és Berry Blast ízű energiaital gyártása 2023. július 17-én. Ezért a nagyvállalat vezetősége úgy gondolta, ezt a napot megosztják az érdeklődőkkel, és a kamerákon keresztül betekintést nyerhetnek a fogyasztók a gyártási folyamatba.
Kunas Kata, a Hell Senior PR menedzsere kifejtette, történelmi pillanat ez a mai, ugyanis még nem jött létre olyan energiaital, amit teljes egészében a mesterséges intelligencia fejlesztett ki. Pár évvel ezelőtt még senki nem gondolt ilyen jellegű újításra, de a mesterséges intelligencia tudása kiváló, így nagyon jól ismeri az energiaitalpiacot és a fogyasztó preferenciáit. Ez egy hatalmas lehetőség, és csak előnyös lehet az élelmiszerpiac számára. A két héttel ezelőtti bejelentést, miszerint hamarosan elkészül a mesterséges intelligencia által kifejlesztett energiaital, mint egy 1400 sajtóorgánom hozta nyilvánosságra. Óriási nagy lépés, egy nagy mérföldkő, mivel nálunk készül az első olyan energiaital, amelyiket mesterséges intelligenciával terveztünk meg, egész az elejétől, első lépéstől egész végig. Azt hiszem, önök pont újságírók szokták mondani, hogy az ötlet az utcán hever, vagy valahogy így, szóval a mesterséges intelligenciával van tele a média és az egész világ már egy fél éve körülbelül, ha jól tudom, szóval tavaly év végén kezdtek előjönni, és hát mi is megpróbáltuk ezt kihasználni, hogy az elsők között legyünk, akik tudjuk kezelni, és végül is most mondjam úgy, hogy túl jól sikerült, mert elsőknek alkottuk meg egy olyan terméket, amit le tudunk tenni az asztalra, vagy meg tudjuk inni, most már a mai naptól kezdve mondhatom. Nem mondom, hogy világ megváltást, de valószínűleg piac megváltás vagy változás fog történni, avagy valószínűleg meg még a gyártásban, élelmiszeriparban és a mezei életünkben is változások fognak eljönni, mert a mesterséges intelligencia ugye két lábbal rúgta be az ajtót, és mindegyikünknek nagy segítség lesz épp abban a munkájában, amit végez akár otthon, vagy akár a cégben. Szóval felgyorsulást, jobb minőséget minden szinten nálunk a helyben is. Világszenzációnak számít a kereskedelmi piacon és az energiaital szektorban a termék, ugyanis az ízkombinációtól kezdve az összetevőkig a dizájnt és a marketinget is a mesterséges intelligencia tervezte és a végeredményt meg is kóstolta. A mesterséges intelligencia szerint a legjobb recept a valódi koffein és az optimalizált cukormennyiség mellett többek között vitaminokat és aminósavakat is tartalmaz, és megfelel minden élelmiszeripari jogszabálynak. A receptúra szigorúan titkos levédésére a mesterséges intelligencia adott javaslatot, amit egyetlen magas szintű biztonsági elemekkel ellátott számítógépen tárolnak a Hell Energy szikszói gyárában. A helységet, ahol a gép található, szintén a mesterséges intelligencia tervezte, a recept biztonsági másolatát svájci trezorban őrzik. Összesen két ember jogosult elindítani a Hell AI gyártását, nekik is szigorú, három lépéses azonosításon kell átesniük a folyamat elindítása előtt. Sixon, Európa legmodernebb italgyártó gépsoréről gördül le az első legyártott Hell AI, és hamarosan a hazai boltokban és a márka webshopjában is kapható, valamint az exportálás is elindul több mint 60 országba. Az energiaitalpiacra lehet mondani ezt, hogy egy szezonális piac, hiszen az emberek nyitottabbak a hűtött energiaitalokra a nyári hónapokban. Egy tökéletes időzítésre érkezik ez a termék a globális energiaitalpiacra. Az elsődleges visszajelzések abszolút pozitívak. Nyilvánvalóan a kóstolás után fogjuk tudni azt mi is 100% bizonyossággal megtudni, hogy a fogyasztók mennyire szeretik az új terméknek az ízét. Elég magabiztosak vagyunk amúgy egy ilyen háttérrel, azzal, hogy mesterséges intelligencia és egy szűk fogyasztói panel is lekóstolta, de ahogy minden fogyasztói márka számára, nekünk is a vásárlóink visszajelzései a legfontosabbak. A globális piacainkon dolgozó kollégáink folyamatosan bombáznak minket különböző megkeresésekkel, kérdésekkel. A termelésnek a jelentős része amúgy a magyar piacra kerül most, és ezek után fogjuk tudni ezeket a nemzetközi kéréseket teljesíteni. Biztos vagyok abban, hogy a Hell Energy-nek közel 60 piacából rengetegre el fogjuk jutatni ezt a terméket a fogyasztóknak a legnagyobb megelégedésére. Közvetlenül a gyártási folyamat beindítása után Bodnár Zsolt gyárigazgató elmondta, nagyon nagy izgalommal várták a mai napot, hiszen ez nem egy hétköznapi gyártási folyamat. Ugyanakkor nagy önbizalmat is ad, hogy a világ egyik legmodernebb töltőüzemében teljesen biztonságos körülmények között történik meg a gyártás, hiszen közel 100 ellenőrzési ponton halad végig a termék, mire a fogyasztókhoz kerül.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint hétfőn erőteljes lehet a gomoly felhőképződés és sok a fátyol felhő, a délutáni óráktól azonban már kevesebb felhőre, jobbára napos időre számíthatunk. Szorványosan kialakulhat záporeső, zivatar. Sokfelé megélinkül, sőt meg is erősödhet az északnyugati, északi szél. Zivatar környékén akár viharos lökések is lehetnek. A minimum hőmérséklet 14 és 21 Celsius fok, a csúcsérték 24 és 30 Celsius fok között valószínű. Másnap több órás napsütés várható gomoly és fátyol felhőkkel, majd a nap második felétől északnyugati irányból vastagabb felhőtömbök érkezhetnek. Estig számottevő csapadék nem valószínű. Sok helyütt megélénkül a déli, délkeleti szél. A hajnali 12-19 Celsius fokról délutánra 26 és 32 Celsius fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szerdán vastagabb felhősávok vonulhatnak északnyugatról délkelet felé, de általában több-kevesebb napsütés is várható. Több helyütt előfordulhat záporeső, zivatar. A déli, majd az északnyugati szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős széllökések is lehetnek. A minimum 13 és 21 Celsius fok, a maximum hőmérséklet 23 és 32 Celsius fok között alakul. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb augusztus 6-án jelentkezünk. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43, telefonszámunk 47-es körzet 361-156, e-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon, a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!